Kolibri színház vár. Minden nap mesélünk, mesélünk nektek a YouTube csatornán. Kolibri színház vár. Kolibri színház vár. Kolibri színház vár. Sziasztok, én ma egy Benedek elekmesét hoztam nektek, amelynek a címe Molnár Ferkó. Hol volt, hol nem volt, még az üveghegyen is túl, volt egyszer egy Molnár, és annak egy fia, akinek a neve Molnár Ferkó volt. Ez a Molnár Ferkó egyszer a pajtársaival kiment a tengerpartjára, mert éppen arra felé volt a malmuk, és elkezdtek dobálózni a tengerbe. Egyszer csak nagy budgyot vet a víz, és kiugrik belőle egy macska. Molnár Ferkónak erősen megtetszett a macska, kérte a pajtársait, hogy adják neki. Azt mondogatták a gyerekek. Dehogy adjuk, nem adjuk bizony, drága tengeri macska ez. Volt Ferkónak két pénze, és azt mondta. Gyerekek, nektek adom ezt a két pénzt, csak adjátok ide ezt a macskát. Hát jól van. A gyerekek oda is adták a macskát a két pénzért, Molnár Ferkó pedig hazaszaladt nagy örömmel. Örültek is a szülei, mikor meglátták a macskát, és dicsérték Ferkót, hogy macskát vett, mert úgyis sok az egér a háznál, majd az elpusztítja. Másnap megint kimentek a gyerekek a tengerpartjára, követ dobálnak a tengerbe, a tenger budgyot vett, és kiugrik belőle egy szép kutyácska. Ez is megtetszik Ferkónak, s kéri a gyerekeket, hogy adják neki. Ó, a kutya drágább, mint a macska, mondták a gyerekek. Fizess 4 pénzt, és akkor neked adjuk. Éppen 4 pénze volt Ferkónak, azt is a kutyáért adta, aztán szaladott haza nagy örömmel. Bezzeg örültek a szülei, azoknak is tetszett a kutyácska, s mondták. No, Ferkó, ez is jó vásár volt, legalább lesz, aki őrizze a házunkat. Harmadnap is kimentek a gyerekek a tengerpartjára, kővel dobálnak a tengerbe, és egyszer csak nagy budgyot vet a tenger, és kiugrik belőle, ugyan bizony mit gondoltok mi? Egy szép kicsi kígyó. Megtetszett ez is Ferkónak erősen, kérte a gyerekeket, hogy adják neki. Hey, mondták a gyerekek, drágább ez a macskánál is, meg a kutyánál is. Van-e 6 pénzed? Akkor neked adjuk. Volt Ferkónak 6 pénze. Mindjárt lefizette, s szaladott haza a kígyócskával. De bezzeg ennek nem örültek a szülei. Hol volt az esze, amikor ezért pénzt adott? Nem csinál ez hasznot, csak kárt. Úgy megszitták szegény Ferkót, s úgy elkeserítették, hogy kebelébe dugta a kicsi kígyót, s elment világgá. Megy mendegélt Molnár Ferkó hetet hét ország ellen, és egyszer elér a király városába. Amint éppen a király palotája előtt mene, az ablakban könyökölt a király kisasszony. Megtetszett neki az ügyes legényke, szólott az apjának. Édesapám, ehol megy az úton egy ügyes legényke, jó volna, ha felfogadná valami szolgálatba. Mindjárt felhívták Ferkót, megy a király elé, s kérdi a király. No, fiam, beállanál-e hozzám szolgálatba? Beállj, felséges királyom, hogy ne állanék? Hát jól van, fiam, megteszlek kertészinasnak. Ó, hát nem értek én ahhoz, felséges királyom. Nem baj, fiam, ha nem értesz, majd megtanulod. De felséges királyom, mondja Ferkó, van nekem egy kicsi kígyócskám is, hát azzal mi lesz? Nem baj, fiam, csináltatok neki egy hatakós hordót, és azt megtöltjük tejjel, beletesszük a kígyócskádat, majd megél az ottan. Hát jól van. Ferkó beáll szolgálatba, ugyancsak jól viseli magát, megszerette a király is erősen. Ott volt a kicsi kígyócska a hatakós hordóban, de uram teremtőm, egyszerre csak úgy elkezdett nőni a kígyó, hogy már nem fért el a hordóban. Látja ezt Ferkó, felmegy a királyhoz, s jelenti. Felséges királyom, a kígyó kinőtt a hatakós hordóból. Kinőtt, fiam? Na nem baj, csináltatunk neki 12 akósat. Csináltattak a kígyónak 12 akós hordót, azt is teletöltötték tejjel, s beletették a kígyót.
Eltelik egy hét, eltelik kettő, hát a kígyó kinőtt a 12 akos hordóból is. Éppen fel akar menni Ferko a királyhoz, hogy más hordót csináltasson, de a kígyó megszólítja. Édes gazdám, ne csináltass nekem más hordót, csak menj a királyhoz, és mondjad neki. Köszönöd a szívességét, de többet nem maradsz itt, menjünk tovább egy házzal. Felment Ferko a királyhoz, mondja. Felséges királyom, köszönöm a szívességét, de én tovább megyek, eleget voltam már egy helyben. Hiába marasztotta a király, nem maradott Ferko. Hát jól van, a király kifizette a bérét, s Ferko tovább ment a kígyóval. Mikor kimentek a városból, azt mondja neki a kígyó. Édes gazdám, eddig te kínlódtál velem, most én kínlódom veled. Ülj fel a hátamra, s egyéb gondot ne legyen. Felül Ferko a kígyó hátára, az pedig nekiíramodik, s mint a villám olyan sebesen csúszott keresztül az erdőkön, mezőkön, aztán egy nagy tengeren túl bevitte egy kis erdőbe. Ott azt mondja Ferkónak, most szállj le rólam, édes gazdám, e hol van-e odvasfa? Ebbe állj bele, nesze, adok neked egy sípot, ezt fuvincs meg, s mindjárt itt lesz a 12 fejű sárkány, az én édesanyám. Ha majd kérdi az édesanyám, hogy mit kívánsz, nézd meg jól, az ujján van egy aranygyűrű, egyebet ne kér tőle. Belefújt Ferko a sípba, s hát abban a pillanatban elkezdett zúgni-bugni az erdő, s leszállt a földre a 12 fejű sárkány. Ott mindjárt meglátta a fiát, s rákiált nagymérgesen. Hol voltál, lebatta kölyke? Édesanyám, ne haragudjon, de az udvarunkon felkapott egy sas, s repült velem az erdőkön, mezőkön át, s azután belejtett a tengerbe, onnét vett ki ez a fiú. Hol van az a fiú, álljon elém? Kibúvik a fa odvában Molnár Ferko, s azt mondja. Itt vagyok, 12 fejű sárkány. De bezzeg most nem haragudott a sárkány, mondta szép csöndes szóval. No te fiú, hát megmentetted a fiam életét, mit kívánsz tőlem? Nem kívánok én semmi egyebet, mondta Ferko, csak az ujjadról azt az aranygyűrűt. Kívánj akármit, mondogatta a sárkány, csak azt a gyűrűt ne. Adok neked aranyat, ezüstöt, amennyit csak elbírsz, még annál is többet. Nem, mondogatta Ferko, azt a gyűrűt ad nekem, vagy semmit se adj. Hát jól van, nesze, neked adom a fiamért. Azt mondta akkor a kígyó. No, édes gazdám, mi most egymástól elválunk. Menj most már magad. Ha ezt a gyűrűt háromszor megforgatod az ujjadon, egyszeriben három óriás ugrik elő, s azok, amit parancsolsz, mindent megtesznek. Azzal a kígyó is, a sárkány is elbúcsúzott Ferkótól. Mentek hazafelé, és Ferko is indult hazafelé. Amint megy hazafelé, eszébe jut, hogy megpróbálja vajon, igazat mondott-e a kígyó. Háromszor megfordítja a gyűrűt az ujján, s hát abban a pillanatban eléugrik három óriás, s kérdi tőle. Mit parancsolsz, felséges királyom? Ferkónak a szeme szája elállott a nagy csodálkozástól, s azt mondta nagy rökönyödve. Nem parancsolok semmit, csak menjetek, amerre tetszik. Azzal az óriások elmentek, ő is ment tovább a maga útján. De megint meggondolta a dolgot, ő bizony mégis parancsol valamit az óriásoknak, ha csak ugyan az ő szolgái. Fordít hármat a gyűrűn, s ím csak ugyanott termettek az óriások, s kérdezték másodszor is. Mit parancsolsz, felséges királyom? Azt parancsolom, mondotta Ferko, hogy az apám háza helyére építsetek egy olyan gyémánt palotát, hogy különb legyen az a királynénál is. A három óriás közül kettő mindjárt előre ment, a harmadik pedig felvette Ferkót az ölébe, s úgy szammogott a másik kettő után, s mire a faluba értek, már ott ragyogott és tündökölt a gyémánt palota. Bemegy Ferko a palotába, köszönti az öregeket. Adjon Isten jó napot, édes szüleim! Adjon Isten, édes fiam, hát te hol és merre jártál? Jártam, ahol jártam, elég az, hogy gyémánt palotát szolgáltam, mert úgy tudják meg, kigyelmetek, hogy ezt a palotát az én szavamra építették. No, jól van, hitték is, meg nem is az öregek, Ferko beszédét,
Elég az, hogy azt mondja egyszer Fergó az apjának. Édesapám, menjen el a királyhoz, mondja meg, hogy adja nekem a leányát, mert most én is éppen olyan király vagyok, mint ő kegyelme. Mondja a szegény ember, hogy így, meg úgy, ne tréfáljon, mert a király karóba húzatja a fejét. De Fergó csak bíztatta. Menjen, apám uram, ne féljen semmit, amíg engem lát, azután pedig úgyse. Hát jól van, elmegy a szegény ember, felkerül a király színe elé, és elmondja, hogy mit üzen a fia. Nagyot kacag a király, akkor állt, hogy megcsendül belé az egész paluta. Azt mondta a szegény embernek, hát jó, te szegény ember, én a fiadnak adom a leányomat, ha két próbát kiáll. De ha ki nem állja, karóba kerül a feje. És mi legyen a próba, felséges királyom? Kérdezte a szegény ember. Az lesz az első próba, mondja a király, hogy az ő palotájától az én palotámig holnap reggelre 12 regement katona álljon glédába, s mind a 12 regementben szóljon a muzsika, de úgy, hogy még a föld is sírjon belé. Hazamegy nagy búval bánattal a szegény ember, s mondja a fiának. Haj, édes fiam, ne is tudd, hogy mit akar a király. Ó, egyet se búsuljon, apám uram, mondott a Fergó. Kisebb búja is nagyobb legyen annál. Ahogy beesteledett, kiment az udvarra, háromszor az ujján megcsavarintja a gyűrűt, jönnek az óriások, s kérdik. Mit parancsolsz, édes felséges királyom? Én azt parancsolom, hogy holnap reggelre a palotámból a király palotájáig 12 regement katonát állítsatok glédába, s mind a 12-ben szóljon a muzsika, de úgy, hogy még a föld is sírjon belé. Jól van, felséges királyom, csak feküdjék le, s aludjék. Lefekszik Fergó, elalszik, s hát már pitymá alattkor felébred, mert zúgott, zengett a helység a katona muzsikától. De bezzeg felébredt a király és a nagy muzsika szóra. Kinézett az ablakon, a szeme is káprázott a szertelen, nagy fényességtől ragyogástól. No, édesapám, most menjen a királyhoz, hadd tudjam, mit akar még, mert sokáig nem akarok legénysorban maradni. Felmegy a szegény ember a királyhoz, szerencsés jó reggelt kíván, s kérti. Megvan-e elégedve felség az első próbával? Meg vagyok, szegény ember. S ha a második próbát is kiállja a fiad, még a holnapi napon nekiadom a leányomat. Mi légyen az a második próba, felséges királyom? Mondja a király. Na nézd ki az ablakon, te szegény ember. Látod azt a rengeteg nagy puszta hegyet? Csupa szikla, fűfa nincsen rajta. Holnap reggelre szőlőhegy legyen ez, s annak a szőlőnek a terméséből még holnap reggel bort akarok inni. Búsult a szegény ember. De búsult, lekonyult a feje olyannyira, mintha az orravére is folyt volna, s mondta nagybúsan a fiának, hogy mit üzen a király. Jól van, édesapám. Kigyelmet csak egyék, igyék, egyéb gondja ne legyen. Majd lesz, ahogy lesz. És ahogy besepítedett, megfordította háromszor a gyűrűt, jöttek az óriások, várták a parancsát. Helyteremtőm, mi volt akkor éjjel? A három óriás felkapálta a sziklahegyet, szőlővel teliültette, reggelre már bor is volt, de annyi, hogy a hordók nem fértek a pincébe. S még a nap fel sem sütött az égre, ment a szegény ember a királyhoz, vitt neki két pint bort. Igyék, felséges királyom, ilyet még nem ivott a világon való életében. No, te szegény ember, ez igazán jó bor, mondogatta a király. Eredj, küld el a fiadat, én is szólok a leányomnak, megtartjuk a lakodalmat. Ezzel, hogy megtetszett a király kisasszonynak? Igaz, királyt jobban sem látott ilyen szép legényt. Ott helyben összeeskedték őket. Akkor aztán megszólalt a 12 regement bandája, szólott a muzsika, hogy zengett belé az egész helység. 7 nap s 7 éjjel folyton fújták, aztán abba hagyták. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Ettem is volna, de enni nem kaptam. Ittam is volna, de én is sem kaptam. Egyet gondoltam, és azzal hazaszaladtam. Így volt, vége volt, mese volt.